Én úgy gondolom, hogy a női mezőny az erősebb fiúkat nem megbánta, de tények azok tények, egyszerűen a nőknél Babos Tímet leszámítva, ez az egész magyar élvonal, nemzetközi élvonal is rajtozza a múlt héten Fed Kupát játszott egész csapattal együtt. Tehát itt lesz Solár Fanni, Gálfi Dalma, Bondár Anna, Jani Réka, Udvardi Panna, mondjuk ő már nem volt a Fed Cupon, de most a nemzetközi legjobban rangsolt játékosokról beszéltem. Férfiaknál, hogyha már női Fed Kupa csapatról beszéltem, beszélek férfi DC csapatról, ott az öt fiúból négy azért nem játszik. Marci azért értető a saját nemzetközi elfoglalt helyénél fogva, hogy nem. Többi is azért viszonylag, Attila, nem tudom, Balázs Attila, ugye a négyből szintén egy nagyon jó rangsolt játékos, és ott egyedül Valkusz játszik a Davis Kupa csapatból, de ettől függetlenül az egész magyar mezőny rajtozza el, és hát olyan játékosokat láthatunk ismét egy magyar bajnokságon, korábbi top 100-as, ATP top 100-as játékos, Noszály Sándor személyében, aki szabad kártyával elindult a selejtezőbe, és még nem kizárt, hogy főtáblán is látjuk, mert még mint találhatjuk, még mindig jó formában van. Mint a, ezt a fekete fazítás, és oda jött a Eurosportnak a riporter, és mondta, hogy no oxigen. Most úgy érzem magam, hogy én is. Ahol játszom, mindig a győzem. Jó szerválok, úgyhogy nem, én fekete ló vagyok. Minden következő meccset nézem, ahogy valaki jól játszik, akkor gratulálok neki. Hát, mondom, gyors pálya, jobb nekem, mint a salak. Tudok szelve röptézni, meglátjuk, mi lesz. Megnézzük a fiatalok, hogy reagálják rá. Hát rendszakatlan volt egy ilyen nagy kvalitású játékos ellen pályára lépnem, de kellett egy kis idő, hogy megszokjam, viszont utána már jó volt, csak tényleg jól játszott. Mindenképpen azt, hogy mozgassam, kifárasszam, mert gondoltam, hogy fizikailag nem fogja olyan jól bírni, mint azért én, de elég jó ellenszere volt ez ellen.